Július vége, augusztus eleje a parlagfű szezon kezdete. A pollen jelentésekben már szerepel a leggyakoribb allergén növény, hiszen az ország déli területein mindig hamarabb virágzik. A jelenlegi nagy meleg ideiglenesen visszaszorította a növény fejlődését. Kánikula időszak van mögöttünk, ez a növényeknek a fejlődését is befolyásolta, természetesen a pollakfűnek a fejlődését is, egy kicsit megállt a fejlődésben, és a pollen szóródás, illetve a virágzás is az előző évekhez képest később várható. Most a néhány helyen a megyeiben volt csapadék, valószínűleg a tarlókon, illetve a kultúrnövényekben is megindul a pallagfűnek a virágzása, illetve a növekedése. A törvényi előírásoknak megfelelően július 1-ével már elindultak a hatósági ellenőrzések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évről évre csökken a pallagfűvel fertőzött területek nagysága, de még így is tavaly több mint 295 ezer hektár területet ellenőrzött a hatóság, és összesen több mint 2 millió forint bírságot fizettek a föld vagy terület tulajdonosok. Idén is lesz légifelderítés augusztus elején és közepén Szabolcs megyében. A hatóság az országos rendőrfőkapitányság légi-rendészeti parancsnokságával együttműködve végzi az ellenőrzést. Fontos, hogy a virágzás előtt mentesítsék a gyomnövénytől a területeket, hiszen így előzhető meg, hogy a virág pollenje a levegőbe kerüljön, és a gyom írtását egészen ősz végéig folytatni kell. Az ország pollen térképén parlagfűvel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legfertőzöttebb. Benne van az is, hogy mellettünk van ugye Kárpátaljai Bereg megye, illetve Kárpátalja, valamint a romániai Szatmár megye, illetve a romániai területek, ahol egyáltalán nem foglalkoznak a pallagfű mentesítéssel, és vizsgálatok vannak arra, illetve vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy a pallagfű pollen az több száz kilométerre is el tud menni. A légúti allergiások zöme a parlagfűtől szenved. A szakorvosok azt ajánlják, az allergiás betegek időben, akár már most kezdjék el szedni gyógyszereiket.